A Pázmányon a tanáraink sokszor javasolták, hogy amikor csak tehetjük, vonatozzunk innen belül, mert így sokkal jobban felfedezhetjük. Az utóbbi pár hónapban így is tettem. Legutóbbi utazásom épp a május 1-i ünnepekkor történt. Kínában a fizetésen kívül a vonatozás is egy kicsit másképp működik. Már a bejutás a vonatállomásra is más, inkább hasonlít egy reptéri ellenőrzéshez. Ilyenkor a személyzet egyik tagja ellenőrzi az útlevelünket, hogy biztosan van-e jegyünk, majd utána egy biztonsági ellenőrzésen esünk át. A benti terminálon minden is található. Kisboltok, éttermek, szuvenírboltok. A vonatra szállás előtt még egyszer ellenőrzik az útlevelünket. A kocsink helyzetét könnyen megtalálhatjuk, hiszen különböző színek jelzik, hogy az adott vonaton merre található a kocsi, viszont ehhez egy minimális kínai tudás szükséges. Meglepő, de itt a gyors vonatok tényleg gyorsan mennek, akár 300 km per órával is. Az utazás mindig eseménydús, hiszen az ájék és susuk mindig érdeklődőek felénk, így gyorsan el is telik az a pár óra, míg az úti célhoz érünk.